fog örülni, hogy ugye hát odaérünk a mamáikhoz. Lehet, hogy már nem tudsz nyekeregni. Te már nem tudsz nyekeregni? Nem. Nagyon pici. Na, majd mindjárt meglátjuk. Ja, Dudika, pipit, pipit akarom, hogy gyere. Na? Azt kellett volna, hogy tovább menni, akkor mi? Ja, jó, hey! Akkor mondja Alex, hogy hey! Amikor ott nem befelé kanyarodunk magunk hozzánk otthon, amikor az iskolából jövünk, hanem valamiért csomagot adunk fel, vagy valami ilyesmi. Akkor mondja, hey! Nincs a kergő benne már. Mani, menj a kergünk. Menjünk mamájkhoz. Menj a kergő. Nincs a kergője. Néma nyekergő. Igen, így szokta. Hát, akkor már elmúlt a nyekergője. Tegnap nyekergő. Nem ismert, hogy ezt a szuka. Dehogy nem. Pipike 9 éves. Liza hány éves vagy? 6. Dudika? 7. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Pipi, Liza, Dudi! Boldog szülinapot! Na, fogjátok meg, jó? Nem a gyertyát, a haja. Ez az. Úgy jobban. Fújjad, Pipi! Hajrá, Pipi! Fújjad! Hú, fújjad! Ez az, Liza! Hadd, még egyszer! Egyes vagy! Nagyon kegyetek kikit! Töltsük kékítőre van? Ja, kékítőt! Na, megyétek! Pipike! Pipike, nem tudom semmihez! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, gyerekek! Boldog szülinapot! Lehet bontani! Az igen! Ez egy gurika a szív. Na? Ez most nem volt túl, hogy de itt igen. És hogyan kell megcsinálni? Ez a
Kettes vagy? Na nem lehet vasárnap, kettőtől. Nem kell tekelni, úgy tudom. És akkor lesz egy ilyen kukorcadék. És nem tessük. Jó? Erre haladunk körbe, még van egy csomó luk. Ez az, ügyes. Ügyes is meg, nagyon jó. Ügyes vagy. Eldobaljuk! Futás, futás, futás! Megnéztem gyorsba a... Igen, nem megyünk ma ki? De ki megyünk, jó, a kapunk elromlott. Elromlott a beállunk. Úgyhogy... Szóval éppen ebédeltünk Noéval, ugye hoztam haza a suliból. És... figyelgetem már egy ideje a hátának az oldalát, és ma most jöttek ki, hogy ki vannak a jelmezek. És ugye, hogy az alábbi összetekben, és az érdi kettő az benne van, úgyhogy megyünk. Futunk még a Liza előtte elszaladunk, úgyhogy gyertek velünk, fussunk együtt a hátába a Halloween jelmezekért. Szóval, hát már azért napok óta vártunk rá, és én azt hittem, hogy olyan szerdán lesz egyébként a jelmez ugye kint a hátákban, de nem. Kirakták most, hogy most rakták őket ki elvileg. Na tavaly ugye ezt játszottuk el, hogy elmentünk aznap, hogy kirakták Budaörsre, és volt is már a vlog. Nem voltak jön a jelmezek sehol sem, ugye ezek leesköd volt, ugye, mert nem tudom, ami farmert kihúzott magának, hogy ő ebbe jön. De nem tudom. Úgyhogy igen, valami nem jó ezzel a gatyóval, nem? Megcsináljuk? Igen. Jó, aki akkor itt a sarkon megállunk, jó? Na csak a... ugye leállíthatós a... Na de legyésbe kellett, hogy 5 gombbal állítani. Szóval megjöttünk. Jobben. Aha, na mennyi? Bába, szeret mindenni a Petkóban? Nem, Petkóban. Ó, de jó ez. Cica fül. Kis sapi. Ugye megyünk tovább mindjárt. Csak azt meg akartam nézni, hogy itt mi van. Azt a mennyi ilyen pópetrolos, az igen, mennyi tökös. Két-három év, spicuri. Ez is. Ez az a lányos? Vannak itt ilyen csontvázak. Pók. Picik az, hogy ezek a 2-3 évesek. Három, négy éves. Nem? Na mindjárt megnézzük, hogy mekkora te cicás. Még egy cicás. Na, bocsánat, töröltem rajtatok itt egyet. Belenyúltam, de jó ez is. Na, mit látsz? Milyen számokat benne? Az pici, az kicsi. Az 5-6 év, az pici. Egyes, hatok. Mini egeres. Picurik. Nincsenek valahol nagyobbak. Ez de jó, és ez ilyen egybe, ugyan overall. Nagyon menő. Jó, de már egy... Hát a 5-6 év, ez picit edd vissza.
5-öst és egy 6-ost mondtál, akkor már 7-es, 8-as kell, meg már 9-10-es. Ebből kivágták a méretet. Nem tudom, ezt mi megnézem, ez tök jó. Három, négy év. Ó, nagyon itt egy nagy fókus. 7-8. Na, ez tök jó. Mindjárt megyünk. Ez egy picirik. Azt a kis szellem. Ugye jól néz ki, de szerintem ez már kicsi a Lizának. Nem, 7-8 év. Azt a... Csak valami megfogta nagyon. Megint azt vetted ki szerintem. Ugyanazt vetted ki. Ez 5-7. Van hozzá valami gatyús. Ó, azt a, ez meg jó nagy. 9-10 év. Ez is jó nagy. Jóha. Elég félelmetes. Na, itt jönnek a fiúsok szerintem. Na, nézzük ezt. Ezen ilyen rózsák vannak. 11-12 óriási. Nyolc, kilenc év. Pici, nagyon picit látom, nagyon bébinek való kis rugi. Na, nem látom meg, ez elég nagynak tűnik. Alexnek esetleg. 9-10. Ó, az még lehetetlen. Hát ez is való. Szerintem hónap. De az nagyon pici, Dudika. Az 7 hónapos. Édesem, pici. Van másik lehetős. Ilyen volt, de ezt kinőtték. Viszont itt most van egy 7-8 éves. De való. Ugyanilyen ecek volt. Egy, kettő, hét. Ugyanilyen, na ezt nézted eddig? 9-10 éves. Wow. Itt vannak Dudika a nagyobbak. 7-8 év. Ez való rád. Csak kicsit az meg valami nagyon megfogta ott. Megyünk majd tovább a másikba. 5-6. Hú, ez de neon színű. Na, ez tetszik? Azt a Dracula. Ugye mindjárt megnézem, mert ez egy nagy fekete gatyó. Itt van egy ilyen nagy neonos. Majd elveszik, ez nem tudsz már szólni. Tessék? Három, négy év. Az 5-6 volt az előző. Ez is de jól néz már ki. Nézzük ezt a kis szőrös valamit. Ez mi? Hát ez... Ez nem is félelmetes. Na, ez jó. Dracula? Megnézzük. Na, Muti? Belóan ez egy Dracula palást, és... Ugye? Jó, 9-10 évesre való. Elég nagy. Kis Dracula palást. Nagy. Csak nem tudom, olyan fura. Ezzel a... hát ez, jaj, ez amúgy nincsenek valami jól egyébként, ezek a jelmezek. Jó, de jó, ez az óriási.
Olyan sok itt nincsen, megyünk tovább a 7-8 évesre valóna. Nem ugyanilyen volt, amit ide beraktam az előbb. Mondját nézzük őket, amiket így méretben jónak találok, hogy melyik tetszik neki. Picik. Ha visszajössz ide, nézed, hogy melyik tetszik. Itt van egy ilyen Batman. Ez jól néz ki, csak nem tudom mekkora. De ez jól néz ki amúgy, ilyen drakulás. Na mindjárt megfejtjük, hogy de gyere onnan ki, hát hol vagy te ott? Gyere ki onnan. Tyúha, az igen. Hát persze, hogy használtak már egy valami kisfiú, már felvette őket, 9-10 éves van. Musklis. Ez is 9-10 év. Ez milyen jól néz ki. Van egy kicsi van, de elhozhatnám. Azt feltettem a Vintédre, ami nekünk kicsi. Jó, hát akkor ennyi. Azt mondja, hogy jó, ne kedvem Pepkóba is menni, itt van a szemben a Pepko, de nem. Megyünk tovább a Tescóhoz. Hát csak a fiú dolgokat hoztuk el. Kettő nadrágot, meg egy ilyen vérfarkas felsőt, meg lehet, hogy megint összetapiroltam a kamerát valószínűleg, hogy fizettem. De robogunk tovább, mert túlcsidő van, és a Lizaért meg menni kell. Úgyhogy ilyenkor meg beáll egész ért központ. Szóval fél négy van. Gyere! Jó, adjad kezedet? Jó. Szóval csak a fiúknak, és Alexnek pedig a kettő ilyen partegyét hoztuk el, mert a két lányjelmez, amit találtam, hát mind a kettő hibás volt. Tehát ilyen brutál nagy szálszakadások, meg nem. Most üljünk át a féláros sárdába, mert ez itt nem krém minőség volt sajnos, pedig itt aztán 11 ezer kilója a jelmezeknek, hát ilyen nagyon durván szakadtat azért nem hozunk el. Úgyhogy megyünk, megnézzük azt ott. Itt is vagyunk a Tesco-nál, hát ez egy nagyon pici háda, és ilyen, hát ilyen másodosztályú. Nem tudom, mennyit fogok tudni mutatni, meg hogy mert az Érdibe, a Stop Shop-nál, ami van, nagyon kevés volt egyébként a jelmez, szóval szerintem az lesz, hogy elmegyünk a Lizáért, Noéval, és utána elmegyünk Budaörsre, mert ez viszont egy óriási háda. Jó? Oké? Okay. De kürtös kalács illat van, érzed? Azt a... Rúha! Júj, de jó! Itt is van vatacukor, azt a... Nem, nem. Na, megjöttünk. Tudok maszka. Nézd, de cuki! Dudi! Ez szép. Szerszeni barátom. Aj, itt a csomag megőrzött, nézi. Mögöttem itt a gyerőkkel, hogy ki mit takar oda be. Na itt van, nem találok egy ezer ilyen partablit, de megyünk mindjárt tovább a hatonok a járvaszakjára. Ez ilyen vegyes kosár. Érdekes dolgokkal. Ez mi? És csak itt egy sapi, vagy ez mi? És csak próbálni ezt a sapit. Tedd le a kosarat, nyugodtan, tedd le. Amúgy ez mi? De próbáld meg a sapit, próbáld meg. Ez amúgy micsoda? Oké. Okay. Na? Na milyen? Érdekes? Nem Noé, hanem egy... Ez tök jó amúgy, nekem is tetszik. Jó, ez jó, ezt vigyük szerintem. Itt csak úgy ennyi van, így ez a kicsi rész. De már olyanak találtunk. Ez is tök jó amúgy a Lizának, ez nem... Megint bubabújsz. Ez a Lizának. Ez a Lizának jó lehet szerinted? Érdekes.
Ilyenünk még nem volt. Az óriási. Ez is nagyon nagy, nagyon pici, de nagyon cuki. Kis helyes. Ezek ugyanazok, mint a másik, de tök ugyanazok, és ugye itt fél ára van. Ez is nagyon nagy. Gyerek, jól már létsz, ezek is óriásiak, az a baj. Pedig ez milyen jó már. Ez Alexnek. Csak nagyon nagy. Szerintem. Nagy. Ez mi? Ez egy pihi. Hello, te gyerek, jól van. És csak ezt meg, ez mi? Hát egy pizsi szerintem, csak nem tudom mekkora, hogyha megnézem. Csak ezt a Dudike? Kilenc, tíz éves. De amúgy szép. Ez biztos, hogy nincs 9-10 éves. Biztos nincs olyan, nem szerintem. Hoppa! Dudika, gyere, nézd meg ezt! 8-10 éves, ez neked jó? Nagyon jó, ez a tök jó. Úristen, hogy néz az ki? Jaj, ilyen kukacok. Na, nagyon picike, primárkos. Az pici szerintem. Nagyon jó vagy. Azt a mindenit, ez de gyönyörű. 11-12 éves, de ez gyönyörű. De óriási. Hello. Nem, óriási. Na gyere, gyere, gyere. Mennünk kell, tudod, a Lizáért, Rusi. Mekkora gatya, még rám való is van. Ez Alexnek. Hoztuk a bogarakot. Dudika, ezt megnézed? És hol vagy? Megettem. Hello. A Liza megvan. Hello, Lizo! Mújé, meg nincs meg. Hazajöttünk a fiúkért. Hát a Lizának nem nagyon, inkább nagyobb méretek voltak, és nem találtunk ilyen kis boszorkányos tűrruhát, úgyhogy megyünk tovább. Akkor de hajpántot vettünk neked, egy ilyen nagyon szép ilyen fekete meg piros rózsásat, vörös rózsásat vettünk, igen. A fiúknak tök jó van felső rész is, meg alsó rész is, azokat tök jókat találtunk. Na mindegy, Noé beszorult fent a mostóba. De miért zárta be? A fenti fürdít, bezárta az ajtót, és beszorult, ugye? Pedig az volt, hogy mindenki megy, hazajöttünk. És tudta meg mozdítani a kinyitó. Gondolom nem akart, hogy Eliza bemenjen, mert felszaladt a lépcsőn, és akkor beszorult, és apa, na, mi van, Dudikám, gyere, megyünk, hát szaladunk, mert ugye voltak azért sokan, tehát nézegetik. Sokan vártak erre, mert ugye főleg itt a környéken, több helyen is, Budaörsön is, Beatorbanyon is, Érden is, Diósdon is van ez a rendezvény, Halloween, úgyhogy ki vannak érzve az emberek a jelmezre, ugye nálunk nagyon annyira sokat nem lehet kapni itt az üzletekben, úgyhogy várjuk a hátát minden évben, igen. Na, mondjad, mit akartál? Azt mondta a Noé, hogy beszorultam. Igen, úgyhogy reméljük, apa megmenti. Még jó, hogy jöttünk, hogy sietünk tovább. Hát igen. Lehet, hogy jobban jártam volna, hogy a két gyerekkel megyek tovább, és nem jövök haza a Laciért meg Alexért. De szeretném, hogy Alexre is ugye tudjunk oda hozzámérni, mert ő azért hosszú. Tehát, hogy ül, és a lába miatt, tehát, hogy a lába, ahogy ül, ugye felcsúszik a gatyó, szóval azért hozzá kell próbálnom. Na mindegy, de azért szerintem találtunk jókat. Vettünk 9-10 évesre valót neki, meg vettünk 7-8 évesre valót is, tehát meglátjuk, mert elvileg olyan 128-as méret most Alex. Na jönnek, kiszabadult, úgyhogy megyünk tovább, de most már egy teljes komplett családilag. Mesélj el, Dudika, mi volt? Mondjad? Az volt olyan... Bizának mondjuk, mert nem volt, ugye itt van. Az igen? Volt, hogy lépenül, kicsúszott a ziutta, befogulja az ajtónak a munkatesznek is. Becsukolja, igen. És lehetlenül kiszakadt. Hátra ment a koposzó.
Apa vette véletlenül észre, hogy nem az autónál, hogy fekete ugrál. És aztán... És ott a nyúl. Előre ugrált. És ott volt az autó alatt, és ez volt. Kiszökött a nyuszi. Úgyhogy még egy izgalmak is voltak ebéd után, hogy a nyuszi, nem tudom, hogy nem jól rett össze. Úgyhogy valószínűleg előzőleg is, amikor így látták a gyerekek, hogy kijött a keresztbe, nem kiugrott, hanem valószínűleg nem. Na de hát akkor ez milyen? Hát ez nem valami nyúl biztos, pedig ez nyúl, ez egy nyúlkenel, kis állatkenel, ilyen tengerimarc, meg nyúlnak való ilyen kifutó. Laza neki az a reteszelő. Hát ez nem jó, hogyha ki tudja lökni. Szóval nem tudod kimenni, meg a Lili. A Lili ott ugrált körülött, az a szerencsé, hogy a Lili nem kaptál, mert a Lili ugye ismeri. A Lili a macskákat se bántja, az a nagy szerencse. Hát ne kapja el, persze, hogy ne kapja el, de hát ezt nem tudod megmondani, mert az mert vadász kutya, ő meg egy zsákmányállat, úgyhogy hál' Istennek nem. De nem is ugatott, hogy valami ott izé, tehát hogy semmi nem jelzett, mint hogy a tacskunk régen mindig a sünikre jelente ugatott, és nem mozdult onnan, a Lili nem szólt semmit, ugye? Csak a Laci tök vegyen oda nézett oda ki, nem tudom, mit nézegettél ott kifelé, de hogy valami ott. Valahogy ott arra mentem, és így a szemem sarkából láttam valami lógó fekete elhaladót, nem mondom, ez nem stimmel ilyen. Ezt bemutatom a Dunát. Ja, úgyhogy hál' Istennek meg tudták fogni, és hál' Istennek nem tudott kiszökni. Különben az érdi kóborkák csoportban valószínűleg felbukkant volna. Vagy hát remélhetőleg nem kutya kapja el, vagy cica, ugye? De hál' Istennek valahogy a sors úgy intézte, ha valahogy ki is szökött, de meg is lett. Muszáj. Igen, Noi valahogy visszafutott vele. Tudjuszi meg előle, hátra ugye, ahol van a kis kifutója, és akkor sikerült. Mivel? Gyümölcsre kezdve. Nem úgy működik, mint az élőbe, hogy oda visszakattintottam, mert ugye videózni úgy nem lehet. Úgy nem kapcsol át, úgyhogy muszáj vagyok itt addig, hogy várjál a mondatot. Ja, azt a mi gyümölcsre kezd. Előtte összekezdeni valami gyümölcsre kezd. A nyuszi nem fog neked megállni, mint a kutya, hogy megáll, megmeredik. Azt mondja a cívem, hogy ez olyan gyorsan elrongyolt. Hát mondom, van az a mondás, hogy Ashley szólt, mint a nyúl, nem? És fut, mint a nyúl. Hát nem véletlen. Nem is tudunk, hogy ment. Nem, csak egy vény esettek el itt talán, vagy a futásunkban. Fit nyuszi, ja, persze, azért kint csomót van, egész nap ugye kint van reggel, mit tudom én, olyan 10 órától kint van, 7 óráig ott a füves platton, azt a mindenét, de nem feleri. Hát nem tudom, valami szép. Szép lapos. Na mindjárt érünk a Savoyába, és futás be, jelmezt, túrni. Reméljük, hogy most a Liza is jött, most már neki is találunk valamit, mert egyszerűen nem találtunk ilyen boszorkányosat, csak kicsik, nagyon picik voltak ilyen. Egy-két éves, ezt mutogattam, amennyire tudtam, mutattam, ugye. Egy-két évesek voltak meg, maximum 5-6, vagy utána pedig már ilyen 9-11, meg nagyobbak, szóval. Vagy már elkapkodták, nem tudom, hogy már mikor rakadták ezt ki, nem tudom. Nyitás körül már kinek. Menni kell jelmezért a Lizának. Nem tudom, most valahogy a fiú jelmezet. Tavaly meg fiú jelmezt alig találtunk, úgyhogy hát na mindegy, reméljük. Aztán ha itt sem, akkor megyünk tovább. Gatyája az utasra esik, pedig már az oviba is megpusztam neki, mert a stop-shopban az érden, ott is a sarkon megpusztam neki, mind a két odat szinte minimálisra behúztam, és még mindig leesik a gatyója. H&M-es gatyónak írtó széles a dereka. Igen, a boltba menjünk még a színzni, hogy nézzük. De nem fagyis autó, hanem jelmez. Na. Gyuri, meg hozol egy kosarát?
Hát nem sok van itt, úgyhogy megyünk is szerintem tovább. Nagyon kevéske. Aci azt mondta, hogy menjünk. Megyek a két kicsivel, vásároljuk fel a hádát. Majd amíg jönnek ugye a legszer, amíg kiveszi. De itt vagyunk. Itt se volt. Nulla. Nulla darab lány jelmez, de még fiúnak is kb. Nulla. Tehát ez a körülbelül 6 dolog volt itt, de az is ilyen bébi, vagy pedig ilyen, mit tudom én, 12 évesre való. Úgyhogy én nem tudom, mondom a Lizáiknak, hogy mindegyik, hogy az angol kislányok nem adták oda a jelmezeiket. Az ilyen 7-8 éves, 9 éves kislányok nem adtak jelmezt, ugye? Nem. Hát hogy lehet az, hogy ennyire nulla darab van? Elvitték, hogy kivesítettek. Ez két lehetőség. Ja. Vagy más. Mert nem tudod, azért ez kicsit arányosan kellett volna ezeket elosztani, nem? Vagy lehet, hogy a más, az országban más hádába kerültek a lányok. Tehát, hogy ennyire nulla, az, nem tudom, ez valami síralmasan kevés volt. Na, úgyhogy akkor Budaeset mondod? Akarsz a kamponásba is, az jobban esik, és onnan tovább oda össze, de vissza még a kamponyunk emellett. És szerintek meg megy a nap, megy le a nap, milyen szép. Jaj, de fut a Liza, legyen neki jelmeze, jaj, de fut. Hívd a liftet, jó? Hívd a liftet, a fiúk nem is szálltak ki. Mivel ugye már csak a Lizának nincsen. Na, nyílik ez, gyere! Gyorsan hívd a liftet, jó? Mert itt kiraktak az ajtóba, aztán keresnek parkolóhelyet, mi meg gyorsan felszaladunk. Jó, már ez a kabi. Itt azért most vannak. Jó, akkor azt a motályoknak szólunk, hogy jöhetnek fel. Itt azért vannak. Jaj, de szép! Aha, szoknya! Ó, és van hozzá ördög, ördög. Aha. Na, Liza végre egy 7-8 éves, de jó. Na, hogyha szóltam a fiúknak, hogy jöhetnek, mert itt van sok. Jöhetnek hát, ha még valamit talál a Noé. Alex is, ugye ezt nem, de hol láttuk ezt a fajtát. Ó, de gyönyörű azt a mindenit. Ja, de cuki! Ez nagyon aranyos, ez mekkora? Ó, 3-4 éves, de ez gyönyörű. Azt a de szép. Megnézzük, ha tetszik. Itt van 8-9 éves. Azt a... Az igen. Hát én most már a jövőre is nézek a Lizának. 128-ast sose lehet tudni, hogy... Hátjátok, hogy most itt még szerencsénk van. Azt a jó. Ez is szerintem kicsi, és még a hozzákalap is. De szerintem ez ilyen 5-6 év maximum. Cicurka. Az igen, ez a pókos. Mikrobi, 7-8. Az igen, Liza, igen. És még ha is van hozzá, azt a Liza. Hát tedd be, és akkor megnézegetjük, jó? Ja. De jó, ez nagyon jó. Na, itt azért vannak most. Tök jók. És ilyen komplett, tehát egy ilyen szettek. De menő ez is. És ilyen kis pókok vannak. Na, mit találtál? De cuki, de szerintem az pici már. Ránézésre elég picinek tűnik. Na, de jó, itt azért vannak. Na, majd választ a Liza akkor egy párat, amelyik tetszik. Ó, de jól néz ki ez is. Azt a Liza. Az jó. Megnézzük, hogy mekkora, jó. Azért vannak itt. Más is nézeget, azt mondom, hogy nem tudom mekkora. Ezt hozzá kell mérnem a Lizához, de ez is milyen, ez gyönyörű. De picike. Az is ránézésre pici, 6-7 év, az pici, nagyon szont lesz a dereka neked, az nagyon pici neked. Látjátok, hogy olyan hosszú, magas a Liza. Isten, de cuki, 62-es.
Jó, hát ezek nem. Van egy csomó olyan kis tök. 3-4 éves. Na itt jönnek újra ezek. Na itt, úgy látszik, hogy ide hozták az közteset. Ez is szerintem kicsike. 3-4 éves Peppás. Ja, itt a Peppa. Van itt még volt címkés is. Ez is kicsike. Van ilyen, de mesélhetem már kicsi a Lizára. 110-116. Keres, az de jó, amit fogsz. Érdekes. Ezek szerintem itt már picikék. Hú, ez mi? Valami érdekes. Monster hájos. Nem tudom, hogy mekkora. Majd megnézzük. Szóval lehet, hogy kicsi. Csak össze van tűzve, úgyhogy ezt szét kell bontani, meg tudjuk nézni, hogy mekkora. Ezen is van egy biztosító tű. 5-6 év. Ezeket nőtte sajnos már ki. Az 5-6 éveseket. Te cica. Ilyenünk volt, amikor kicsi volt. Volt a gyönyörű, hát az aranyjal. Azt a... Az igen. Ki tudja mekkora? Nem tudom mekkora. Hozzá kell, csak eltűnt a gyermek, ott van már hátul. Nézi szerintem már a plussokat. Na ez 7-8 év. Itt legalább valamiből választani, látjátok? 3-4 év. Amiből választani, hál' Istennek, ez tök jó. 11-13 évesre való. Azt a de gyönyörű. Hello! Igen. Igen, érdemes volt ide. Gyönyörűek vannak. Azt a mindenit. Nem semmi. Elég durva Rikító. Pici. 9-10 éves. Micsoda? Nézd csak, itt is nézzetek meg itt a maszkokat. Ha nem láttam a méreteket, az a baj soknak. 5-6 év pedig tök jól néz ki ez is. Nem tudom, apa segíts neki, nézzé, mekkora. Na, már egy ilyen aranyszínűre vágytam. Hát nem tudom, a Dudi találta, és nem tudjuk, hogy mekkora. Jaj, esik le. Ez is gyönyörű, csak szerintem. Jaj, félkézzel itt. A 3-4 év, de gyönyörű. Ez pókos. Na, kicsi. Ez is 5-6. Na, elég kevés kell, ami nagyobb méret, ez egy picik. Na ez. Azt a... Ez 7-8 év, George. Na, hál' Istennek itt most valamiből választani. Nyolc, tíz. Ez gyönyörű. Hozzámérjük a Lizához mindjárt. Jaj, de cuki! Komoly. Na nézzük ezt. 7-8. Jobbá! Ugye fölveszem. Na nézzük. Hát ez érdekes.
illetve mennyi volt a, az ilyen szoknyás, ezek már ilyen fiú cuccok, de azt megvettünk a másikban. Picikék. Tyúk. Ezek a pókosok. Na, mindjárt megnézzük a koliza, mert ilyen nagyokra valók vannak, de nem is egy. Óriásiak. Ugye a Lacinak leszünk ilyen. Aha. Felveszed megyet, mellé dobtam, véletlenül Liza, megnézed azt? Ez már felnőtt jelmez. Érdekes ez. Jaj, Liza. Hát akkor ennyi. De szép! De Muti! Muti még egyszer, Lita. Húzd lejjebb még, mert a szemed nem látsz ki rajta. Egy csomót. Szép, nézd. Egy csomót visszatettünk. Mert a Liza kiválasztotta, hogy melyik tetszik neki. Van nagyon tetszik. Ez érdekes, hogy a Monster High-os, nem is tudom mi ez, nem értettük, hogy ez így mi pontosan. Az a baj, hozzá van tűzve egy-kettő az ilyen sapi, és nem a hozzávaló méreg. Tehát egy pókosat például azért kellett elengednünk, mert nem jön hozzá a sap. Kicsi a sapka hozzá, és azt mondja, hogy nézd már ezt. Hogy ez hogy? Boszorkánysok. De hajjal együtt. Na ilyen, csinos. Menő. Menő? Jó lesz? Ajtó nem félsz be vele. Az neked kicsi viszont, Liza. Hát ez érdekes. Ott van, nézd meg, meg tudod nézni magad. Na, csinos? Örülsz, hogy neked is lettek szépek. Olyan cukik voltak, volt egy másik kislány is, egy picit kisebb, mint a Liza, és ő is jelmezeket próbált. Két-három félét is felpróbált, nagyon cuki volt. Szépek, szépek lesznek, amiket választottunk? Igen. Na, úgyhogy megint majd lesz valami kis videó, hogy valami kis meglepetés lesz így Halloween előtt a csatornán. Ugye, Lizó? Igen. Valami érdekességet majd biztos kitalálunk.